Telepítve így is, most is, tehát szőlő mizéria van, ilyen 40 forintért, 45 forintért, 50 forintért, kénytelenek eladni a szőlőt. Kamerázok. Be fog penészedni a kezed is, mint a fal. Sőt, el is fog terjedni. Olyannyira fontos, meg az ízén is.
Igen? Bébike. Hmm. Így van, ebben már nagyon ott van a fotóra. Mert hogy kínálgat a borra. Szereted a pálinkát? Szeretem a jó pálinkát, természetesen. Hát ez jó, én nem tudom. Akkor nézd meg, hogy ez jó-e. Én nagyon igaz, hogy ez jó ember. Majd a szalonázás közben, jó? Ha lesz. Jó, csak ő... Persze, jól, mert most gyorsan kell. Egy előleget adok neki. Tényleg egy kicsi kell. Ezt ismételd meg, légy. Hát a fordítás... Neked mire? Hogy a... Az érdekel. A törvény... Azért veszem fel, ne erőltesd meg magad, vagy... A törvény... Ilyen borra? Várjál, igen. Borra, tehát azt mondom, hogy borra, vagy musta. A máslás, az pedig az, hogy a seprőt, tehát amikor lefejtik az aszti bort, a seprőt öntik fel. De ezeket, tehát nem... Takarítanak, de ízések és pofonok, tehát szerintem minden bornak megvan a helye. Tehát a gasztronómiában, fogyasztásban. Jó. Reduktívnak konkrétan. Nők csak részegek. Egy nyári este, amikor meleg van, annak, tehát jól behűtve, alacsonyabb a alkoholtartalma, tehát könnyebben fogyasztható. Vagy zöld csaláták után, meg ilyesmi. Vagy akár egy állalom is, aki szereti a száraz borokat. Fokos valami, 65 fokos, és akkor az természetesen a 65 fokosban sokkal nagyobb a koncentráció, és akkor édesebb bor készíthető vele. Jól érzik magad. Hát ez a lényeg, ez volt a cél, nem? Na most de, azt mondom, hogy csak egy bal kóstolás van. Én is ugye, a bolt is, mint olyan, mint kapcsolatok.